Dalány Szilveszter az 1996-os atlantai olimpián nyert ezüstérme után azt gondolta, ez volt pályafutása csúcsa. További két VB ezüstérem és három EB bronzérem tulajdonosaként az év végén úgy döntött, befejezi a tornát. De 1997 elején egy visszatérő álom hatására mégis újra felkapaszkodott a gyűrűre. Egyik nap azt álmodtam, hogy a 97-es világbajnokságon a szerek között mászkálok. Mindegy. Főkeltem reggel, és érdekes, hogy általában az álmaimban nem emlékszem, tehát nagyon ritka az, amikor tudom azt, hogy miről álmodik az ember. Kristálytiszta maradt a kép, nem Isten őriz. Isten őriz, hogy én visszamegyek a terembe, szenvedjek meg a utazás. Nem. Következő, de a abszolút következő éjszaka ugyanaz álom. Na, mondom, most akkor mi a fele van. Jó, és bemegyek a terembe. És már 2,5 hónapig nem edzettem. Általában, hogyha van egy 2 hét szünet, utána könyököd, csuklód, vállad, mindent fáj, tehát közöd nincs az, hogy valamit csinálja. 2,5 hónap edzés kihagyás után fölmentem, és imád fogtam a keresztfüggést. Tehát egyszerűen nem fájt. Nem mondom, akkor most mi csinálunk. Utána persze egy hét után olyan izomlázam volt, hogy alig bírtam fölkelni, de akkor már nem adtam föl, és akkor tulajdonképpen onnan indult, úgymond a csúcs, tehát az, hogy 98-ben EB-t nyertem, 2000-ben olimpia, 2002-ben VB. Miután Sydneyben olimpiai bajnok lett, azt hitte, ha nem is aranyélete lesz, de biztosította a jövője. Azonban miután 2003-ban abba hagyta a versenysportot, rá kellett döbbennie, mekkorát tévedett. Azt hittem, hogy olimpiát nyerek, meg tulajdonképpen mindent megnyertem az életemben. Most 2000-ben az összes szavazáson első lettem, nem én szavaztam magam, mert nem én döntöttem el, de mindenben, most mondhatnék baromságokat is, hogy milyen tévécsatornán, milyen szavazásban lettem első, Brad Pitt mögöttem volt, tehát, de azt hittem, hogy könnyebb lesz a sorsom, aztán rá kellett, hogy döbbenjek, hogy ez nem így működik, ugyanúgy meg kell küzdenem saját magamért, az életemért. 2003. Pályafutásomnak a vége, és tulajdonképpen az új életemnek a kezdete. Azt mondom, hogy egybeveszem, tehát az, hogy abbahagytam a sportot, és hogy elváltam, mert az szinte nem az, hogy törvényszerű volt, de szinte egybe volt az egész. Tehát az, hogy nem volt egyszerű, hogy is mondjam, csak megtalálni a helyemet. Mai napig szerintem nincs úgy, hogy megtaláltam volna a helyemet, mert nincs fix állásom. Tehát mindig voltak munkáim, meg minden, ami úgy részben kielégített, részben nem. Tehát tulajdonképpen ez a 2003, ez a szenvedés ennek az eleje. És ezt most halálkomolyan mondom, tehát ha el tudnám mesélni azt, hogy mit éltem át 2003-ig, abban is volt egy-két érdekesség, de hogy 2003 után mit, hogyan, meddig átéltem, hát az megint csak azt mondom, hogy ez egy külön történet. A külön történetek közül azt fel is idézte, miképpen találta magát egyik napról a másikra egy bár pultja mögött. Az egy napon belül megtörtént az, hogy volt állásom is, edzősködtem is saját klub, aztán volt még egy állásom, ami aztán tulajdonképpen csak egy hónapig volt állás, tehát innen itt totálisan csőd. Egyszer az, hogy semmi állásom, semmi bevétel nincs, most mi a fenét csinálsz. Volt egy barátom, aki italbeszállító volt, tehát ő a Sászakpó 16 kocsmás, ő csinálta nekik az italbeszállítást. Pont fönn voltam Pesten, és akkor ott ültünk, beszélgettünk az egyik kocsmába, mondjuk reggel 9 volt, tehát nem ittunk meg ilyesmi. És akkor mondtam neki, hogy ez ott talán hétfőn, hogy azt is kell a munkát. Nincs pénz. És akkor ezért már azon a héten már pénteken már ott voltam a mézében, pult mögött. Hát, hogy is mondjam, csak majdnem elsírtam magam, amikor hazamentem. De hát muszáj volt. Tehát az a kategória volt, ami tehát muszáj kategória. Akkoriban egyszerre 3 állása is volt, minimális pihenőidővel, s bár a családi háztartás vezetése sem kevés feladattal jár, mégis komfortosan érzi magát ebben a szerepkörben. Jelenleg így néz ki egy napja. Reggelig fölkelek,
megcsinálni a reggelit, persze, hát tulajdonképpen 4-7-kor szoktam őket keltén, de már megvan a reggeli, össze van pakolva 10 óra, bla bla bla, elviszem őket suliba, utána elmegyek edzeni, vagy kint futok, vagy fitnessklubba, ha nincs Covid, is lehet menni fitnessklubba, utána posta, bank, bót, akármit elintézek, hazajövök, megreggelizek, pihenek, és akkor tulajdonképpen utána a délután megfőzök, vagy takarítok, vagy attól függ, hogy mikor kell megfőznöm, hogy hol esznek, hogy itthon esznek, anyósomnál esznek, megcsinálom a dolgaimat, aztán utána megyek értük az akrobatikus rock'n'rollal, vagy zeneiskolába, attól függ, tehát ez ennyi. És akkor este még őket vacsoráztatni, általában a vacsora is meleg étel, tehát néha valahogy 3-4 kaját csinálok. És akkor mondjuk 2 napra van. Tudod, és akkor nem kell tökölni, másnap én is tudok mondjuk hosszabban pihenni. Ha arra is kíváncsi, miért jelentett 1995 fordulópontot az olimpiai, világ és Európa bajnok tornász életében, mit élt át az olimpiai aranyat érő gyakorlata közben Sydneyben, mi az, amivel még foglalkozik a mindennapokban a háztartáson kívül, akkor keresse a Nemzeti Sport Sportkrém mellékletét, péntek helyett kivételesen a szerdán megjelenő számban.